A kormány szerdán újabb hét javaslatát fogadta el a gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzsnek, mondta a külgazdasági és külügyminiszter. A megismételt antitesztek 88%-a lett határérték feletti a Szemülvesz Egyetem laboratóriumi vizsgálatán, mondta az intézmény rektora. A főpolgármesteri hivatal a koronavírus ellenanyagának ingyenes országos szűrését követeli a kormánytól, valamint azt, hogy kapjanak harmadik oltást azok, akiknél nem alakult ki védettség a megkapott vakcina ellenére sem. Az Egyesült Arab Emírségek megnyitotta Tel Avivi nagykövetségét. A zászlófelvonási ünnepségen részt vett Izrael múlt héten beiktatott új elnöke Icek Herzog is. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti tévé híradóját látják. Belföldi híreink. A minimálbér 200 ezer forintra emelésével, a szakmunkás bérminimum mintegy 250 ezer forintra nőne, mondta a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke a Nemzeti Konzultációról szólva. Palkovics Imre kifejtette, a minimálbér és a szakmunkás bérminimum mindig együtt mozog. Az emelés után egy kezdő szakmunkás már korrekt bérnek nevezhető fizetést vihet haza. A minimálbér emelése további béremelkedést eredményezhet, folytatta, hiszen a munkáltatók csak így tarthatják meg a versenyképes munkaerőt. Tehát arra lehet számítani, hogy a teljes magyar bérskála ennek köszönhetően meg fog emelkedni, tette hozzá. Hangsúlyozta, eddig sem volt semmilyen káros hatása a minimálbér emelésének, mert a magyar gazdaság fundamentumai erősek, és most sem számít például az elbocsátások vagy a munkanélküliség növekedésére. Az emelést egy lépcsőben végre lehetne hajtani, de ha a politika úgy dönt, két lépcsőben is bevezethető, fűzte hozzá. A megismételt antitest tesztek 88 a lett határérték feletti a Semmelweis Egyetem laboratóriumi vizsgálatán, mondta az intézmény rektora. Merkeli Béla tájékoztatása szerint az SF felajánlása alapján 1195 <coughs> olyan embernél végeztek ismételt tesztet, akinél korábban más vizsgálatok nem vagy nem elégséges szinten találtak antitesteket. A legmoderne pontos, érzékeny és régóta piacon lévő laboratóriumi teszttel végzett ismételt vizsgálaton 88 ban pozitív, a koronavírus tüskefehérjére ellenképződött. Határérték feletti antitest szintet találtak, emelte ki ismertette, a pozitivitás a Sputnik és az AstraZeneca vakcinával oltottaknál 100, illetve 97, a Pfizer és Moderna oltóanyagnál 97, illetve 94, a Sinopharmnál 84 százalékos volt. Hozzátette a Sinopharmnál azoknak, akiknek korábban negatív tesztjük volt, 60 év alatt 93, míg a felett 82 százalékban lett pozitív az ismételt antitestvizsgálat eredménye. Ingyenes belépőt igényelhet az EFOT Fesztivál nulladik napjára a koronavírus elleni védekezésben szerepet vállaló, mint egy 9000 egyetemi hallgató, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A közleményben azt írták, hogy a járvány elleni védekezésben jelentős szerepet vállaltak az egyetemi hallgatók. 2020 őszétől több ezeren teljesítettek szolgálatot a koronavírussal szembeni küzdelemben. A kormányhivatalok kirendelése alapján szűrési programokban dolgoztak, betegellátási feladatokat támogattak, önkéntes tevékenységükkel pedig az országos mentőszolgálat munkáját segítették. Tavaly október óta a mentőknél több mint 62 ezer műszakot teljesítettek a hallgatók. Kórházakban, klinikákon több mint 8700 fővet részt az egészségügyi ellátásban, ismertette a tárca. A főpolgármesteri hivatal a koronavírus ellenanyagának ingyenes országos szűrését követeli a kormánytól, valamint azt, hogy kapjanak harmadik oltást azok, akiknél nem alakult ki védettség a megkapott vakcina ellenére sem. A fővárosi ingyenes ellenanyag szűrés első tapasztalatai megerősítették azokat a korábbi vizsgálatokat, melyek szerint több százezren lehetnek azok az idősek, akik bár megkapták a kínai vakcinát, mégsem szereztek kellő védettséget, közölte a szervezet. Ennek az adatnak a kormány hosszú ideje birtokában van, mégsem cselekszik. A járvány negyedik hullámának megelőzését azonnal el kell kezdeni, írták. Novák Katalin az operatív törzs ülése utáni sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy az ülése jelen volt Müller Cecília országos tiszti főorvos is, aki azt mondta, hogy nyugalmi állapotban van a járványhelyzet, kevés a megbetegedés, ami a magas átoltottságnak köszönhető. A miniszter rámutatott világszerte a járvány újabb hullámától tartanak, ezért is ösztönöz mindenkit arra, hogy ha még nem oltatta be magát, akkor tegye meg. Az operatív törzs további döntései közül Novák Katalin kiemelte, bővítik az Erzsébet táborok hálózatát csillebércen és Gajatetőn is lesz ilyen. Biztosítják a tervezéshez és az előkészítéshez szükséges forrásokat, az ingatlanok már az alapítvány tulajdonában vannak, mondta. Hozzátette, hogy a beruházással 2000 férőhelyjel tudják bővíteni a kapacitást. Hangsúlyozta, mindkét tábor esetében teljes átalakításra van szükség. Emlékeztetett arra, a járvány alatt felújított zánkai táborban 3000 gyereknek tudnak egy héten fogadni, augusztustól pedig a Fonyód ligeti beruházást is befejezik, és megnyílik a jurta tábor. A törzs ülésén döntöttek arról is, hogy 1,2 milliárd forinttal támogatják a Szent János Kórház és szakrendelő gyermek és ifjúság pszichiátriai rehabilitációs osztályát annak érdekében, hogy fejleszthessék a kapacitásait. A fejlesztéssel a járó betegellátást igénybe vevők száma megduplázódhat, a fekvő beteg ellátásban részesülőké pedig másfélszeresére emelkedhet, mondta. A magyarok utazni akarnak és utaznak is, mondta Guller Zoltán, aki szerint a belföldi turizmus még a tavainál is erősebb lesz. Számításaik szerint ebben az évben 30 millió vendégészakát könyvelhetnek el, tavaly ez a szám 22 millió volt, 2019-ben pedig 41. Hozzátette a júniusi vendégészakák száma 2,5 millió, 62 kal magasabb az egy évvel korábbinál. A Balaton térségében 46 os a növekedés az előző évhez képest. külföldi híreink. Az Egyesült Arab Emírségek megnyitotta Tel Avivi nagykövetségét a zászlófelvonási ünnepségen, részt vett Izrael múlt héten beiktatott új elnöke Jicek Herzog is. Fontos mérföldkő ez a közelkelet számára, a jövőbe, a békéhez, a fellendüléshez és a biztonsághoz vezető úton, idézte az izraeli Tel Aviv izraeli televízió Jicák Hercogot, aki szerint az emirátusok zászlajának felvonása a Tel Avivban még egy éve is távoli álomnak tűnhetett volna, holott sok tekintetben mi sem lehet természetesebb és normálisabb. Mohamed al kadja az emírségek Tel Avivi nagykövete a külképviseletnek otthont adó épület előtt ünnepélyesen felvonta országa lobogóját a tengerparti nagyvárosban. Egy hónappal a Naftali benet miniszterelnök vezette új kormány megalakulása után az izraeliek még mindig megosztottak abban, hogy támogatják-e a koalíciót, és a többség továbbra is Benjamin Netanyahu-t részesíti előnyben miniszterelnökként, derült ki egy felmérésből. A fel felmérés szerint meg 45 a megkérdezettek 45%-a elégedett az új kormányjal, még 45%-uk elégedetlen. De közel a fele dicsérte a járványkezelést, míg 38% elégedetlenségét fejezte ki. Az elmúlt hetekben a COVID-19-es megbetegedések száma megugrott az országban, főként a delta változat miatt, amely Benet új kormányának egyik fő kérdésévé vált. Kevesebb mint két hónappal azután, hogy a tömeges védőoltások eredményeként csökkent a megbetegedések száma, ami lehetővé tette Izrael számára, hogy feloldja a legtöbb korlátozást és újra megnyissa a közéletet. Ha most tartanák a választásokat, a felmérés szerint Netanyahu Likud pártja 30 mandátumot szerezne, és ismét a legnagyobb párt lenne, amelyet Jai Lapidi esetítja követne 19 mandátummal. A Fehér Orosz Biztonsági Rendőrség jogászok és emberi jogi aktivisták irodáit és otthonait kutatta át tegnap, közölték jogvédő csoportok és hírforrások. A rendőrség legalább 14 jogvédőcsoport hírforrás, valamint civil és jótékonysági szervezet irodájában tartott razziát. Köztük volt a Viasna Emberi Jogi Szervezet, illetve az ország legrégebbi politikai pártja, a Fehér Orosz Népfront is. A Viasna közölte nem tud kapcsolatba lépni a szervezet vezetőjével. A Viasna a legnagyobb jogvédőcsoport Fehér Oroszországban, és rendszeresen tájékoztatta a nyilvánosságot a politikai foglyok számáról és helyzetéről, valamint a hatóságok túlkapásairól. A szervezet keddesti adatai szerint 555 politikai fogoly van rács mögött az országban. Magyar nyelvű honlapot indította a Kolozsvári Közpolitikai Elemzőközpont Egyesülete azzal a célral, hogy tájékoztassa az erdélyi magyarságot a jövő évi romániai népszámlálás részleteiről. A népszámlálás.ro honlapon összefoglaló olvasható a 2011-es népszámlálás eredményeiről, és azt is elmagyarázzák, hogy a jövő évi népszámlálás kihatással lesz a magyarokat megillető jogokra. Számos eddig elért jogunk függ attól, hányan élünk az országban. A népszámlálás az elkövetkező tíz évben meghatározza majd a magyar nyelv használatát, iskoláink, egyetemeink, egyházaink, kulturális intézményeink sorsát. Ezért fontos, hogy mindannyian részt vegyünk a népszámláláson, írják a honnak szerkesztői. Újabb azeri-örmény tűzharc volt a két ország határán szerdán, az örmény fegyveres erők egy katonája lövöldözésben meghalt, számolt be a Jereváni Védelmi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint az eset az örmény-azerbajdzsáni határ Jérasszi szakaszán történt az azeri fegyveres erők alapegységei harcálláspontjaik előretolása érdekében mérnöki eszközökkel erődítési munkálatokat próbáltak elvégezni. A munkálatok leállítására tett örmény katonai lépésekre válaszul az azerbajcsáni katonák tüzet nyitottak, aminek következtében egy örmény katona meghalt, derült ki a hivatalos közleményből. Gazdasági híreink. A kormány szerdán újabb hét javaslatát fogadta el a gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzsnek. Ezek közül hat alapvetően a beruházási versenyek megnyerésében segíti Magyarországot majd a jövőben, mondta a külgazdasági és külügyminiszter a kormányülés szünetében. Szijjártó Péter azt mondta, a kormány eddig az operatív törzs 20 javaslatát támogatta, és ezek a döntések hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország az új világgazdasági korszak nyertesei közé tartozzon. Közölte a kormány egyik döntése a magyar építőalapanyagipar fejlesztésére vonatkozik. Az építőipari alapanyagok árai elszabadultak, és akkor lehet hatékonyan fellépni az átcsökkentések érdekében és ebből fakadóan az építőipar további növekedése érdekében, Hogyha minél több magyar piaci szereplő tud belépni a versenybe, mutatott rá a miniszter. Mint elmondta, egy magyar cég Bihar keresztesen hajt végre beruházást. 12.000 négyzetméteres gyárat építenek egy speciális technológiával előállított építőipari alapanyagok gyártása érdekében. A 14 milliárd forintos beruházáshoz a kormány 5,5 milliárd forintos támogatással járul hozzá, hogy a magyar piaci szereplők pozícióját erősítse ezen a piacon tette hozzá Szijjátó Péter. Híreinkről bővebben a brajerpress.com vagy a heti on olvashatnak. Én köszönöm figyelmüket, szép napot, viszontlátásra! Ma ország szerte frissebb időre számíthatunk, de közel sem lesz hideg. Az ország döntő részén megmarad a kánikula. Változóan felhős napos időben helyenként kialakuló záporokra, zivatarokra kell számítani. Este, éjszaka még helyenként előfordulhatnak heves zivatarok, de aztán nyugodt marad az idő. Köszönöm figyelmüket, maradjanak velünk, viszontlátásra!